Jó estét kívánok! Önök a Pécs TV Lélektükör című műsorát látják. Tudjuk ma már jól, hogy a jó életminőség kiegyensúlyozott, harmonikus lelki egészséget is feltételez. Nem lehet a testünk egészséges, hogyha a lélek nincs megfelelő állapotban. És mikor aktuális erről sokat és komolyan beszélgetni, ha nem az utóbbi másfél-két évben? Vizsgálatok szerint a világon több mint 120 millió ember szenved depresszióban. Magyarországon jelenleg minden ötödik ember depressziós. És a mentális betegségek nem korfüggőek. Egy friss globális jelentés szerint a 10-19 éves serdülők legalább 13%-a él diagnosztizált mentális zavarral. Európában közel 9 millió tinédzserről beszélhetünk. Magyarországon a tizenévesek 11%-a érintett. A világon majd minden 11. percben követel öngyilkosságot egy tinédzser. Évente mintegy 46 ezer kamasz vet véget önkezőleg az életének. Mindenkinek a saját döntése és felelőssége az, hogy hogyan és mennyit foglalkozik a saját mentális állapotával. De vajon van-e a kezünkben megfelelő eszköz, és tudjuk-e, hogy mi mindent használhatunk a lelki egészségünk védelme érdekében? Vendégem dr. Makó Hajnalka, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, pszichoterapeuta. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, Hajnalka, beszélgetni. Köszönöm a meghívást. Kezdjük azzal, hogy ugye arról azt említettem itt, és mondják a kutatások, hogy hát mindenkinek a saját felelőssége, hogy mit tesz a saját lelki egészsége érdekében, de vajon tudunk-e mit tenni, vagy mindenképpen kell-e a segítő? Segítő nélkül hogyan boldogulhatunk? Én azt gondolom, hogy tudunk és felelősségünk is van abban, hogy a saját lelki egészségünkért tegyünk. Részben a saját lelki egészségünkért tevés saját felelősség, részben pedig nagyon fontos szerepe van a környezetnek, hogy észleli-e azt, vagy észleljük-e azt, hogyha családtagunk, vagy esetleg barátunk, munkatársunk nincs jól, vagy segítségre szorulna. A segítő egy lehetőség, a segítő igénybevétele, támogatásának az igénybevétele, én azt gondolom, hogy egy lehetőség. Számos más lehetőség is van arra, hogy a nehéz élethelyzetekből kilábaljunk. A segítő hozzá tud tenni részben abban, hogy egy-egy nehéz élethelyzetet jobban átlássunk, hogy megoldási lehetőségeken gondolkodjunk, hogy egy kicsit másfajta perspektívából nézzünk rá a saját problémáinkra, és természetesen a segítőnek nagyon fontos szerepe van, és ott már talán azt kell mondjam, elengedhetetlen a segítő szerepe és igénybevétele, amikor lelki zavarokkal küzdünk, tehát már olyan mértékű problémákkal küzdünk, ahol már erős tünetek jelentkeznek, és azok hosszan fennállnak, és nehezítik azt, hogy a mindennapi életvezetést jól vigyük, akár a munkában, akár a kapcsolatainkban. Itt álljon meg egy picit, hogy ez mit jelent? Tehát aki nem szakavatott ezen a területen, és nincs korábbról ilyen tapasztalata, honnan tudhatja, amikor tükörben néz, hogy aha, ez az időpillanat, amikor jó lenne egy külső segítség? Igen. Sokszor ezek a problémák hosszabb ideig fennállnak, és a tünetek akkor jelentkeznek, amikor már elhúzódóan nem tudunk mit kezdeni a nehézségeinkkel, és esetleg nem kapunk megfelelő támaszt vagy segítséget abban, hogy előre jussunk, vagy a problémákat megoldjuk. És ezt mi nagyon pontosan érezzük. Érezzük azt, hogy elfáradtunk, érezhetjük azt, hogy nem úgy működnek a kapcsolataink, ahogyan azt szeretnénk. Esetleg több konfliktus van, esetleg bezárkóztunk, izolálódtunk a környezetünktől. De érezhetjük abban is, hogy a hangulatunk nem olyan, hogy esetleg nincs kedvünk dolgokhoz, amihez eddig volt, vagy szívesen foglalatoskodtunk vele. Érezhetjük abban is, hogy
hogy a munkánkat nem tudjuk úgy végezni, hogyan ezt eddig tettük, vagy különböző szerepeinket nem tudjuk olyan jól betölteni, hogyan ezt eddig tettük, akár a házastársi szerepet, akár a szülői szerepet, nincs türelmünk, nincs energiánk, nincs erőnk ahhoz, hogy ezekben a szerepekben jól működjünk. Tehát számos jele lehet annak, hogy nem vagyunk jól. Én azt gondolom, hogy ezt általában érezni szoktuk, és nagyon pontosan tudjuk azt, hogy is vagyunk mi aktuálisan. A nehézséget azt szokta adni, hogy nehéz rászállni magunkat arra, hogy változtassunk, hogy elinduljunk abban, hogy akkor megoldásokat keressünk. Nehéz az, hogy bevonjuk egy külső embert, tehát hogy elmondjuk egy külső embernek, ez a része nehéz, vagy az a része nehéz, hogy magunk felé kezdjünk el közelebb lépni? Melyik része nehéz? Én azt gondolom, hogy sokrétű ez a kérdés és a válasz is rá, tehát egyrészt talán, hogyha egy nehézséggel találkozunk, akkor igyekszünk először saját erőforrásunkból megoldani, vagy hiszünk abban, vagy bízunk abban, hogy esetleg ez magától megoldódhat. Aztán van egy olyan része is, hogy valahogyan a segítő igénybevétele az jelentheti, vagy hozhatja azt az érzést is, hogy én nem vagyok elég ahhoz, hogy ezzel a problémával megküzdjek. Tehát egy kicsit az önértékelésünket, önbecsülésünket is sértheti az, hogy itt most be kell látnunk, hogy egyedül nem megy, és segítséget kell, hogy kérjünk. És természetesen benne lehetnek olyan fajta előítéletek, félelmek, aggodalmak, hogy pszichológushoz ki jár, vagy pszichiáter segítségét ki az, aki igénybe veszi. És hogy ebben lehet, hogy vannak bennünk előítéletek, hogy nem vagyok bolond, vagy nekem nincs rá szükségem, vagy... Elég erős vagyok, hogy megoldjam. Elég erős vagyok ahhoz, hogy megoldjam, igen. Van egy viszonylag friss kutatási eredmény előttem, az UNICEF és a Gallup amerikai elemző cég közösen készítették, 21 országban végezték el, gyerekeket, felnőtteket kérdeztek. A megkérdezettek 83%-a úgy véli, hogy a mentális egészséggel kapcsolatos problémák hatékonyabban kezelhetők akkor, hogyha az érintettek kapnak támogatást szakembertől. Tehát 83% igényli a szakértő bevonását. De ugye az előbb említetted, Hajnal, hogy nem feltétlenül van ahhoz bátorság gyakran, hogy segítséget kérjen az ember. Hogyha önmaga szeretne a lelki egészségért tenni bárki, megelőzni problémákat, vigyázni arra, ami van, milyen eszközök vannak, amihez nyúlhat? Illetve egyáltalán, amikor lelki egészségről beszélünk, a szakma azt hogyan definiálja? Igen. Itt most két kérdést két is kérdés feltettél. Igen. Akkor kezdeném az első kérdéssel, hogy mit is tehetünk annak érdekében, hogy jól érezzük magunkat, és hogy a pszichológiai jólétünk az egy optimális szinten működjön. Nagyon fontosak a társas kapcsolataink. Tehát számos olyan kutatás van, ami azt bizonyítja, hogy akár a lelki jólét fenntartásában, akár például a betegségekből való kilábalásban nagyon sokat segít az, hogyha támogató kapcsolataink vannak, társas kapcsolataink vannak. Az egyik legfontosabb ilyen közeg a család, a családi kapcsolatok, a jól működő család. De ilyen kapcsolatok lehetnek a barátaink, ilyen kapcsolati felület lehet az, hogyha jó munkatársi viszonyokat, kapcsolatokat ápolunk. Tehát az egyik nagyon fontos alapillér, hogy jó társas közeg, szociális háló vegyen körül minket. A másik nagyon fontos feladat, hogy megtaláljuk azokat a forrásokat, amelyekből töltekezni tudunk. És amelyek kapcsán azt tapasztaljuk, vagy megéljük azt, hogy egy stresszelteli élethelyzet után segítenek bennünket abban, hogy a feszültséget, vagy a felhalmozódó nehézségeket egy picit oldalra félre tudjuk tenni, és lazulni tudjunk, ellazulni tudjunk, töltekezni tudjunk. Erre nincs egy egységes recept, hogy ez ebben a folyamatban mik azok, amik kiváltképpen jók lehetnek. Mindenkinek saját útja van abban, hogy mi az, ami
ből ő töltekezni, merítkezni tud. Ilyen lehet az, hogyha stressz csökkentő technikákat sajátítunk el, relaxációs technikák, meditációs technikák, de ilyen lehet az, hogyha jó könyveket olvasunk, a zenehallgatás, a színházba járás, de ilyen lehet a társasági élet, ilyen lehet az, hogyha sportolok. Tehát számos olyan felülete lehet az életünknek, amiben, vagy amiből töltekezni tudunk, és talán az, hogy kinél mi, ez a felület, ez egy egyéni választás és keresés kérdése is. Na most ugye a keresés, ugye ez a szóhoz akkor kapcsolódik most azonnal, ehhez az kell, hogy az embernek legyen valamilyen szintű tudatossága ezen a területen. Nem, hogy képes legyen akarjon, és képes legyen rálátni arra, hogy neki ezen a területen dolga van, felismerje azt, hogyha nehézsége van, illetve hogy kezelni kell nehézséget. Igen, szóval minden probléma megoldása az a felismeréssel kezdődik. Tehát elengedhetetlen az, hogy lássuk azt, hogy hogyan is vagyunk az életünkben, és hogy hogyan is működünk a kapcsolatainkban, hogyan is vagyunk azzal, ahogyan önmagunkat megéljük különböző élethelyzetekben, mennyire vagyunk azzal elégedettek. A felismerés és a belátás a másik, hogy elfogadjam, és szembesülni tudjak a nehézségeimmel, és ne ijedjek meg tőlük, hanem azt érezzem, egy kicsit kihívásként rájuk nézve, hogy most egy olyan életszakaszban vagyok, amikor tennem kell magamért. Tehát, hogyha most megint az utolsó szavakhoz kapcsolódva, vagy kihívásként ránézve, tehát ezzel akkor a saját erőforrásaimat is számba kell, hogy vegyem. Ugye? Tehát tisztába kerülni, tisztába jönni azzal, hogy miből tudok én gazdálkodni, mi van. Igen, igen. És kérdezted is, hogy az egészségesség definíció, lelki egészségesség definíció, ez hogyan hangzik, és hogy milyen próbálkozások vannak a pszichológiai egészség meghatározására, és ennek az egyik alapillére az, hogy van egy reális én képen, ismerem önmagam, és van egy pozitív önértékelésem, és ebbe beletartozik az, hogy a gyenge pontjaimmal is képes vagyok szembenézni, ismerem a gyengeségeimet, és ismerem az erősségeimet, ez így együtt adja azt, hogy reálisan tudok ránézni arra, hogyan én működöm, és ebben a reális ránézés, ebben a reális ránézésben valahogyan adódik az is, hogy fel tudom ismerni azt, hogyha ha nehézségeim vannak, és ez esetleg akár nem megy egyedül ezeknek a megoldás. És nagyon fontos a környezeti viszonyulás is. Tehát, hogy a környezetem ad-e visszajelzést arról, hogy én hogy is vagyok, vagy látják azt, hogy valami nincs rendjén, vagy nem úgy működik, ahogyan korábban működött. Biztos, hogy a környezetből mindig reális visszajelzés jön? Nem, és a környezet is nagyon eltérő módon tud viszonyulni, például a segítő igénybevételéhez, vagy munkájának az igénybevételéhez. Tehát ismertek olyan helyzetek, ahol a család biztatólag, vagy a közvetlen barátok biztatólag vannak jelen, és besegítik az érintettet egy segítőhöz, és vannak olyan helyzetek, ahol a család előtt akár titkolni kell, hogy pszichológus segítségét szeretném igénybe venni, mert a család nem támogató, vagy azt érzi, hogy nem lenne jó, hogyha elindulna valamilyen változási folyamat, vagy nem látja szükségét annak, hogy itt külső segítség, kérjenek, hisz majd ők önerőből megoldják. Tehát nagyon eltérő lehet a környezeti viszonyulás is a mi lelki állapotunkhoz. Tehát van olyan, amikor a környezet köt békjóba tulajdonképpen. Ugye az előbbit említetted néhány perc, mennyire fontosak a társas kapcsolatok, éppen hogy a családi biztonság, a család érzelmi állapota, vagy az a közeg millió mennyire fontos a lelki egészséghez, de van olyan, amikor éppen az okozza a problémát. Ugye az erre való rálátás is egy nagyon nagy kihívás, tehát, mert képes legyen ezt észrevenni. Igen, igen. Egy kutatás eredményt hoznék ide nektek. Terhesség megszakításon átesett nőknél a depresszió és a szorongásnak a szintje jóval alacsonyabb volt abban az esetben, a műtéti beavatkozás után, hogyha a partnerét támasz forrásként, vagy nagyon támogatónak élte meg az érintett hölgy, és hogyha jó párkapcsolati alkalmazkodáson működésről számolt be. És a depressziónak és a szorongásnak a szintje jóval magasabb volt abban az esetben, egy ilyen műtéti beavatkozás után, hogyha a partnerét nem érezte támogatónak ebben a helyzetben, illetve hogyha párkapcsolati problémákról számolt be.
És hasonló adatok vannak például daganatos betegségekből való felépülésnél, hogy abban az esetben, hogyha támogató közeg veszi körbe a pácienst, akkor jobb kilátásai vannak a felépülésben, és a pszichés állapota is jobb egy gyógyulási folyamatban, alacsonyabb szorongás, alacsonyabb depresszió, és egyéb pszichiátriai problémák is alacsonyabb mértékben vagy gyakorisággal fordulnak elő. Úgy, amikor megélhetjük azt, hogy szabad úgy lenni, ahogy vagyok. Igen. És akkor visszatérve a kérdésedre, tehát egy környezeti működés, vagy egy társas működés sokat segíthet, de ugyanígy nehezíthet is egy páciens élethelyzetén vagy állapotán. Itt most akkor ehhez kapcsolódva, itt van előttem megint egy UNICEF jelentés, az UNICEF azonnali beavatkozásokat sürget, ez egy jó kis politikai megfogalmazás, és ezen kívül azt is mondják, hogy csak úgy érhetőek el ezek a pozitív változások, hogyha megtörjük a mentális betegségeket övező csendet, fellépünk a megbélyegzéssel szemben, és komolyan vesszük azokat a rossz tapasztalatokat, amelyeket mondjuk a fiatalok itt a műsor elején említett öngyilkosságok kapcsán, ugye például, vagy hát most korosztálytól függetlenül, tehát a nehéz helyzetben lévő emberek megélnek, és megértéssel fordulunk feléjük. Tehát olyan, mintha övezni ezt a témát egyfajta ilyen olyan hozzáállás, ami nem támogatja, hogy nyíltan beszéljünk arról, ami van, a lelki nehézségeinkről. Igen, az nagyon jó lenne, hogyha a köztudatban a pszichológus is inkább úgy kerülne be, hogy egy lehetőség arra, hogy a problémáinkról gondolkodjunk, és másfajta szemszögből is ránézzünk az élethelyzetünkre, és megoldási lehetőségeket keresünk. Tehát valahogy az úgy sokkal természetesebb, hogyha van valami testi panaszunk, problémánk, akkor olyan egyértelmű, hogy orvoshoz fordulunk jó esetben, és házi orvos segítségét igénybe vesszük, vagy esetleg szakorvoshoz fordulunk, és valahogy a lelki problémáknál talán ez még nem annyira elfogadott, vagy nem annyira gyakori. De azért azt gondolom, hogy egyre inkább, és én a saját praxisomban tapasztalom azt is, vagy van olyan tapasztalatom is, hogy nem csak olyankor keresnek már meg, amikor ég a ház, vagy valamilyen probléma van, hanem önismereti céllal, hogy egy picit tudatosabban lássam és éljem az életemet, hogy lássam a döntéseimnek a hátterét, hogy értsek okozati összefüggéseket az életvezetésemben. Én azt gondolom, hogy talán a jó példák majd segítik azt, hogy a köztudatban egyre inkább elfogadott legyen az, hogy segítséget kérjünk pszichológustól, vagy akár pszichiátertől. Ezt a fajta érzékenységet és nyitottságot, meg tudatosságot mennyire volt erre hatással az elmúlt másfél év? Ugye számtalan kihívással nézett szemben minden korosztály, mindenki a maga élet helyzetében, és olyan sokat beszélünk ezekről a témákról. Kérdés, hogy ezt a szakember székéből nézve hogyan látott-e, érzékenyedtünk-e? Igen, én azt gondolom, hogy igen, és a COVID helyzet, vagy ez a járványügyi helyzet olyan kihívások elé is állította a családokat és az egyéneket, amelyek egy folyamatos alkalmazkodást kívántak, és egy folyamatos stressznek való kitettséget a helyzetek nagyon gyakori változékonysága miatt. A COVID-helyzettel összefüggésben több problémát is jeleznek már felmérések, például a megnövekedett pszichoaktív szerhasználatot, vagy például a szorongás, vagy a depressziónak az előfordulását. Tehát lehet arra számítani, hogy ez az élethelyzet, ami most már hosszabb ideje elhúzódik, ez azért megterhelő, pszichésen megterhelő állapotokat képes előidézni. Van-e olyan korosztály, ahol nagyobb rizikófaktort látnak a szakemberek? Igen, egyértelműen az időskorúaknál, részben azért, mert ők már eleve egy zártabb, izoláltabb életet élnek, másrészt pedig, hogy
a járulékos egészségügyi problémák miatt fokozottabb szorongásnak vannak kitéve a járványügyi helyzet miatt, és aztán nyilván kritikus életszakasz a serdülőkor is, vagy a fiataloknak a helyzete, hisz egy nagyon megváltozott térben kell nekik jól teljesíteni egyrészt, másrészt pedig valahogyan a társas kapcsolataikat, ami ebben a korosztályban nagyon fontos és nagyon hangsúlyos lelkifejlődés szempontjából is nagyon fontos alapillér, ezeket nem tudják olyan formában megélni és megtapasztalni, mint egyébként akkor, amikor ilyen jellegű problémák még nem voltak. Ugye eleve ez egy nehéz életszakasz, ugye a kamaszkor minden Igen. ember életében, pláne Igen. most egy ilyen terhelt külső körülmények között, hogyha nincs ott a segítő szakember a közelben, már pedig nincs mindig ott a segítő szakember, meg a tanár, ugye, meg az a felnőtt, akinek hivatása, hogy segítsen. Mi az, amit a család, vagy mi az, amit a szűk környezet tehet a kamaszok, vagy a tinédzserek védelme érdekében most ebben a különösen érzékeny időszakban? Igen. Nagyon fontos a napirendnek a tartása. Napirend. Igen, napirendnek a tartása, vagy stabil pontok akár a napi életvezetésben, amikhez lehet alkalmazkodni, amik egy kicsit struktúrálni tudják egyébként a mindennapokat. Aztán nagyon fontosak a közös élmények, a közös beszélgetések, egy picit talán a több figyelem és odafordulás egymás felé családon belül, ami részben feltétele, vagy segíti azt is, hogy lássuk azt, hogyha a kamasz esetleg elakadt, vagy túlzottan megterhelődik ebben az élethelyzetben. Makó Hajnoka, köszönöm szépen a beszélgetést. Reméljük, hogy sikerült a gondolkodást elindítani annak, akiket ez a téma mélyebben foglalkoztat. Reméljük, hogy sikerült hasznos információkkal segíteni az életüket, a hétköznapjaikat. Köszönjük szépen, hogy velünk voltak. Két hét múlva is várjuk Önöket itt a Lélektükörben. Minden jót, viszontlátásra! Thank you.